Ismét gyerekszoba látogatásra hívjuk meg nézőinket. Olyan helyiségeket járunk be, amelyek kicsinyeink számára az otthonosságot, játék és mesevilágok visszatükrözését, és nem utolsó sorban a biztonságot jelentik. Vendéglátóink ez esetben Nóra, Panna és Villő, no meg a szüleik. A széles család otthona természetes anyagok felhasználásának jegyében került berendezésre. Ugyanezt tükrözik a három lány, Nóra, Panna és Villő, játékra, szórakozásra és tanulásra tervezett gyerekszobái is, amelyek kialakításában egyszerre érvényesülnek a kényelem és lakhatóság, valamint az esztétikai élmény nyújtásának szempontjai. A gyermekszobák egyedi kivitelezésű és funkcionális bútorai, a gondosan kiválasztott dekorációs elemek, valamint a méretre szabott hinták együttes célja, hogy a gyerekek jól érezzék magukat otthonukban. Szobaválasztással ott Nóra volt, aki döntött, még építkezés ideje alatt, hogy akkor föltotyogott a lépcsőn, ami még beton volt, és akkor megállt ennek a szobának a közepén, szürke volt minden, de úgy látszik, látott benne fantáziát, mert azt mondta, hogy akkor ez lesz az ő szobája. Aztán megosztotta a testvéreivel is, ahogy az ő születésük, úgy a szoba alakulása is valahogy jött, tehát amíg még babák voltak, addig ilyen kis papír, színes papírokból próbáltuk díszíteni körbe a falakat, hogy halacskák, vagy évszaknak megfelelő kis csibék, meg nyáron virágok, meg almafa. Aztán télen a hóember, és ahogy nőttek, akkor már őket is bevontuk, és akkor már együtt készítettünk az ajtóra üvegfestéssel a kis virágokat, meg madárkákat. Az elején szerettük, hogy egy szobában vannak, és egy helyen játszanak, meg együtt. Hát ez nem mindig jön össze, hogy együtt játszanak. Volt olyan, hogy egymásnak háttal egy-egy könyvet ott lapozgattak, vagy babáztak külön-külön. Máskor meg olyan is van, hogy kitalálnak szerepjátékokat, és hogy ki kicsoda, sokszor nekem is más nevem van, nekik is, ez állandóan változik. Én itt alszom, Nóra a másik szobában, itt Villő, és mi csak itt alszunk ketten, de én nem félek egyet. Amikor nem voltam elaludva, elment, és én nem féltem. A második osztályos Nóra büszkeségei azok a gyűjtemények, amelyeket évek óta újabban kisebb testvérével közösen gazdagít. Hát ezen a könyvespolcon azokat a könyveket tartom, amik már nagyobbak és nagyobbaknak valók, és én kaptam. És legendák, meg ilyen viccek. Tatától kaptam egy csipet, nehogy elveszem, ide betettük, bélyeg csipet. Kaptam még egy csomó tatától, mert ő bélyeg is. És ezeket kaptam az angyaltól. A lepecsételteket azokat tatától, ezt az angyaltól kaptam, ezeket a felső sorban azt is, és a többi tatától kaptam. Van egy kristálygyűjteményem is. Ezt anyáik vették, ezt a kettőt, ez egy kardló, csak nem tudom, hogy került ide. Ezt én találtam, itt egy kicsit apa próbál csiszolni belőle. 6 év után jelezte, hogy hát akkor ő külön vonul, és külön most már kezd ilyen nagy lányos vonásokkal és tulajdonságokkal rendelkezni, és jelezte, hogy akkor ő most már külön szobába költözik. A legfontosabb az, hogy a gyerek jól érezze magát, tehát ebből kell kiindulni, és ahhoz, hogy jól érezze magát, sok minden fontos lehet, tehát hogy fényes legyen, legyen megfelelő hely a játszásnak, ne legyen az, hogy ha hárman játszanak ott, akkor nincs meg a megfelelő terük, egymást zavarják.
Viszont az is érdekes, hogyha mi lent tartózkodunk, akkor ők is lejönnek. És a gyerekszoba az néha jó, mikor elvonulnak és magukba játszanak, de nagyon sokszor a szüleik társaságába vagy közelébe szeretnék érezni magukat, és akkor ide a nappaliba hordják le a játékaikat, és akkor ez a második gyerekszoba, tehát látszik is itt is van egy gyereksarok, hogy próbáltuk kicsit elhatárolni, hogy ez a mi asztalunk, ide ne rakjatok játékot, az a másik asztal, az a tiétek. De végül is az látszik, hogy gyerekek ott játszanak szívesen, ahol jól érzik magukat, és ez a hely néha vándorol, néha változik. Úgy gondolom, hogy ez belülről jön, tehát ezt érezzük hozzánk közelállónak. A hely szelleme, az óvoda szelleme, mert ugye Waldorf óvodával járnak. Ezeket tartjuk szépnek és jónak, és gyereknek valónak. Nyilván néha előjön az, hogy összevesznek játékok felett. Tehát voltam, hogy két baba fölött hárman sírtak. Mindegyik a másik babájával szeretett volna játszani. De általában jól kijönnek egymásra, jól megértik egymást. Tehát nagyon fontos az, hogy érezzék azt, hogy ez egy család, egység van. Nóra, Panna és Villő gyermekszobái, a szeretet és a játék helyszínei. A lányok bizonyára örömmel fognak emlékezni rám.